napot kívánok! A kaliforniai Oakland egyik egyetemén 7 ember gyilkolt meg egy álmokfutó. A lövöldözésben 3 ember megsebesült. A tettest a környék egyik bevásárló központjában fogták el, nem tanúsított ellenállást. Hírek szerint egy 40-es éveiben járó koreai férfiról van szó, aki korábban a keresztény magánegyetem hallgatója volt, de nem fejezte be tanulmányait. Indítéka egyelőre nem ismert. Szibériában 12 túlélője van a tegnapi repülőgép katasztrófának, a gépen összesen 43-an voltak. A baleset oka még nem ismert, de már megtalálták a repülő fekete dobozait. Az UTR orosz légitársaság utas szállító repülőgépe egy hóborította mezőre zuhant, mindössze 3 perccel a felszállás után. Az ATR-72 típusú kéthajtóműves olasz-francia gyártmányú gép Tyumenyből tartott az Oroszország olajfővárosának számító Szurgutba. Zavargások törtek ki tegnap a Buenos Aires-i brit nagykövetség épületénél a Falkland-szigetekért vívott háború kezdetének 30. évfordulóján. A helyszínre az egyik baloldali politikai csoport szervezett felvonulást, amelynek tagjai brit zászlókat és egy Vilmos hercegről készült képet is elégettek, valamint graffitit festettek az egyik brit bank épületére. A nagykövetséget az akció idejére a rendőrség biztosította, akikre az összegyűlt tüntetők kövekkel és házilag készített robbanószerekkel támadtak rá. A hatóságok gumilövedékekkel, könnygázzal és vízágyukkal válaszoltak a támadásra. A feldühödött tömeget végül egy páncélozott rohamkocsi segítségével sikerült feloszlatni. Tanknak öltözött tüntetők demonstráltak a kínai elnyomás ellen Hongkongban. A korábbi brit gyarmatvárosban utcára vonuló ezrek azt kifogásolják, hogy nincs beleszólásuk a várost vezető személy megválasztásába. Hongkong első embere azonban nyugalomra intette bírálóit, azt ígérte, hogy figyelni fog a szabadságra, az emberi jogok tiszteletben tartására, a demokráciára és a jogállamiságra, mert ezek a város alapértékei. Gázprével oszlatták a tüntetőket a rendőrök Hongkongban. A szervezők szerint 15 ezer ember azért vonult az utcára, mivel a 7 milliós város lakosságának nincs beleszólása abba, ki legyen a város vezetője. Hongkong első emberét jelenleg egy 1200 tagot számláló bizottság választja meg, legutóbb alig egy hete. Az új vezetőt, Leung Chin-yin sokan azzal vádolják, titokban a kínai szocialista párt kádere, aki a korábbinál rövidebb pórázon fogja a várost tartani. Biztos vagyok abban, hogy Leung vezetésével nőni fog a tüntetőkkel szembeni elnyomás. A rendőrség új technikákat fog bevetni arra, hogy ellenünk küzdjön. Adott hangot félelmeinek ez a férfi, akit a rendőrök a demonstráción paprikasprével fújtak le. Kína már megígérte 2017-től megengedi Hongkong lakosainak, hogy közvetlenül válasszák meg a város első polgárát. Ám a helybeliek egy része úgy véli, nyomás alatt kell tartani a kínai vezetést, hogy az ígéret valósága is válhasson. Utolsó túszait is elengedte a kolumbiai forradalmi fegyveres erők azok közül, akik korábban hatóságoknál dolgoztak. A baloldali gerilla csoport több mint 10 évig tartott fogságban 4 katonát és 6 rendőrt. Sokáig váltságdíjat reméltek a kormánytól. A túszokat a megbékélés jeleként a Vörös Keresztnek adták át. Bár egyesek szerint a FARC valóban békülékeny hangot ütött meg, sokan mégis szkeptikusak a lázadókat illetően. Körülbelül 700 ember valószínűleg még most is a kábítószer pénzekből működő terrorista csoport fogságában van. Juan Manuel Santos elnök ezért a béketárgyalások feltételeként azt követelte, hogy a civil túszaikat is engedjék szabadon. Több órán át lángolt tegnap Moszkva üzleti negyedében egy épülőfélben lévő toronyház. A tervek szerint 2013-ra elkészülő 93 emeletes épület lehet a legmagasabb Európában. A tűzben senki sem sérült meg. Értesülések szerint egy szélvédő ponyva gyulladt ki a félkész épület tetején, miután hozzátapadt egy fényszóróhoz. 2 helikopter is hordta a vizet az oltáshoz, és késő estére sikerült megfékezni a lángokat. A tavasszal együtt hivatalosan is kezdetüket veszik a világ legnagyobb aukciós házainak árverései. A Sotheby's művészeti tárgyak eladásaival indít Ázsia legnagyobb árverési központjában, Hongkongban. A több mint 3000 tételből legalább 244 millió dollárnyi forgalmat várnak. A hongkongi aukciós piac 2009 és 2010 között 300%-kal nőtt, amit a kínai gazdaság lendületének, valamint a bor és a kortárs művészet iránti kiugró érdeklődésnek lehet betudni.
Elemzők szerint a 61 milliárd dollárnyi globális művészeti összeladások 23%-át kínai vásárlók generálták. A rivális Christie's május végén kezdi hongkongi értékesítését, amely során többek között Picasso festményt is kalapács alá tesznek. A Christie's Londonban pedig a több mint 400 tételből álló első magán golf gyűjteményét kínálja eladásra. Félre sikerült egy autós mentés a norvég hegyekben. A jeges hegyi úton elakadt egy lett kamion. Mentésére egy vontató érkezett. A kamion viszont megcsúszott, áttörte a védőkorlátot és legurult a hegyoldalról, amely során magával rántotta a vontatókocsit is. A két jármű 60 métert zuhant. A sofőrök túlélték a balesetet, de a kamion vezetője kórházi ápolásra szorul. A vontató sofőrje másodpercekkel a zuhanás előtt ugrott ki járművéből. A norvég média beszámolója szerint a kamion nyári gumival közlekedett a jeges utakon. Világhíradóval legközelebb este 6:30-kor várom Önöket. Szép napot kívánok, addig is viszontlátásra!